Rakom a lábam jobb, meg a balbal, meg a jobb szívem a torkomban dobog. Így menetelek egyre fel, szuszogok, léhegek, pihenek. De lépni kell, s ahogy a jobb, meg a bal váltakozik. Ahogy alattam az ösvény kanyarodik, úgy számolom. Igen, Peredről származom, ami Komáról 50 kilométerre van, vagy ha úgy tetszik, Galántától 18 kilométerre. És... Igen, 4 éve költöztem ide azért, hogy zenét tanuljak, és akkor felvételt nyertem a Kőbányai Zenei Stúdióba, amit el is végeztem azóta. És 4 éve élsz Pesten? Igen, 4 éve élek. És szeretsz Pesten élni? Szeretek is, meg nem is. Igen, ez a kettőség, ami az életben is megvan, a keserédesség, azt szerintem megvan a városi létben is, hogy jó, néha nagyon jó a nyüskés, hogy bármikor bármit lehet csinálni, rengeteg a lehetőség, meg nyilván a zenei élet központja Budapest szerintem Magyarországon legalábbis mindenki, vagy hát csak Magyarországon, de nem feltétlenül csak. Ezért jó itt, de nagyon sokszor hiányzik a friss levegő, a zöldövezet, egy kicsit kimenni az erdőbe, kimenni a fák közé, vagy legalább a hegyi levegő, bár nem hegyvidékről származom, csak nagyon szeretem a hegyeket. Hogy lesz egy házam egy pici kerttel, 2 keresetből 2 szép gyerekkel, vagy 3 évig a világot járom, 4 évszakon át a gitárral a vállamon vállalom, még vagy 50 évig, mikor a többiek már csak a képernyőt nézik, én valóban élek, valóban látok, s meghagyom nektek a való világot. Most jön meg az első klip, a bal jobb, tegnap Karádi Katalin dalokat énekeltél, és mindenféle régi filmeknek a dalait gyakran szoktál ilyen régi dalokat is énekelni, nem csak a sajátot? Igen. De nyilván főleg a régebbi években játszottunk még nagyon sok feldolgozást. Isten veled Budapeste édes, Isten hosszád fényes éjszaka. Itt ezen túl mindig csak sötét lesz, mit keresek itt oldala? Tündöklés a boldog keveseknek, a krekkek, Isten veled édes életünk. Pannonia szálló és vadászkült, ó, vadisztin vált külön terem, Pert is hegedűje, jaj, hová tűnt, és a grillak is parizien, János hegyi reggeli Igen, nagyon szeretem a régi magyar filmeket, nagyon imádom a színészek játékát, Kabos, Latabár, de zseniális, amit ők művelnek a filmekben, meg a színpadon is műveltek. Azt hiszem, nem tudok egyet kiemelni, inkább azt mondanám, hogy valahogy mindegyikben van valami esetleg, ilyen, hogy mondják, ilyen kicsi bénázás, hogy a főszereplő mindig elront valamit, ilyen kis ügyetlen, ügyefogyott, de valahogy mégis szerethető, aranyos. És ez nagyjából mindegyik filmre jellemző, hogy a főszereplők elbénázzák, szerelmes egy férfi egy nőbe, és valahogy biztos, hogy úgy keverednek a szálak, nagyon mókásan és komikusan, hogy elkerüljék egymást, vagy félreértsék egymást, és akkor, hogy a végére teljesedhessen ki a film, nyilvánvalóan happy end a vége mindegyiknek. És nagyon, nagyon szeretem ezt a vidámságát. Közben, igen, a keserédesség szerintem szerepel ezekben a filmekben. A te dalaidra is ez a keserédes szó a legkifejezőbb állítólag. Igen, én ezt szoktam mondani. Meg szerintem az egész életre. Élni jó, én szeretek élni, mindenki szeret élni, de élni nehéz is.
kisasszony ezt a lemezt. Pam, 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 pam. Melyiket? Ez. Pam, 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 pam. Ah, Crazy Girl. Tessék. Ez az! Mondja, kisasszony, hogy csinálja ezt? Nagyon egyszerű. Csak így feltartom a kezem, és a lemez belerepül a kezembe. Maga is megcsinálhatja. Bocsánat. Liszt rapszódia. Bocsánat, kérek, főnök. Mondja, meg van maga bolondulva? Bocsánat, főnök, akkor én a Liszt rapszódiát hívtam. Mit hívott? Kit hívott? A Liszt rapszódiát, hogy izé, hogy berepüljön a kezembe. Ide figyeljen, hogyha még egyszer részegen jön be az üzletbe, hát akkor okosabb, hogy egyáltalában be se jön. No. Hogy nehéz művészként boldogulni manapság. Van a képzőművész barátaim is, vannak színész barátaim is, és rajtuk is látom, hogy az ő helyzetük sem könnyebb, mint a zenészek helyzete. Mert sokan vagyunk, nagyon, szerintem nagyon sok tehetséges fiatal van, és ahhoz képest kevés talán a felület, vagy kevesebb. Ezért talán nehéz lehet, de azt gondolom, hogy minden ember pont annyira más, hogy mindenkinek legyen helye egyébként még ebben a kis országban is. Csak meg kell ragadni az, hogy te miben vagy más, én miben vagyok más, és nem alkalmazkodni a trendekhez, hanem egyedit alkotni, vagy olyat alkotni, ami az emberből őszintén jön, és az belőlem őszintén jön, az valószínű, hogy meg fogja érinteni a közönséget, vagy a közönség egy részét, aki befogadó az ilyesmire. És szerintem ez ugyanígy van a színészettel, akár az írással, akár a képzőművészettel. Csak a jó, meg a bal, meg a bal, meg a jó, meg a jó, meg a bal, meg a bal, meg a jó, meg a jó, meg a bal, lépegettek és számolunk. Csak a jó, meg a bal, meg a bal, meg a jó, meg a jó, meg a bal, meg a jó, meg a jó, meg a bal, lépegettek és számolunk. Szerintem a média nem feltétlenül támogatja az igényességet, sajnos, hanem nyilván szórakoztatni akar, és az eladhatóságra a minél közérthetőbb dolgokat emeli ki. Viszont lassan, de biztosan szerintem azért lehet haladni előre, vagy most ezt tapasztalom, hogyha valaki sok energiát fektet valamibe, akkor az megtérül. És ahogy lépek el, illannak a képek, és félek, mert érzem, hogy telnek az évek, és nem biztos semmi, merre kell menni, bár csak olyan könnyű lenne élni, mint lábakat tenni. Egymás után maguktól tudják a lépést, csinálják a dolgot, nem tesznek fel kérdésen, kérdezni akarok, mert valóban élek, én mondom meg, merre billenjen a mérnek. Csak a jó, meg a bal, meg a bal, meg a jó, meg a jó, meg a bal, meg a bal, meg a jó, meg a jó, meg a bal, lépegettek és számolunk. És mit üzensz a drót olvasóinak? Azt üzenem, hogy pihenjenek sokat, hallgassanak jó zenét, olvassanak jó könyveket, és nézzenek meg jó filmeket, járjanak kiállításokra. Lépegettek és számolunk. Csak a jó, meg a bal, meg a bal, meg a jó, meg a jó, meg a bal, bal, meg a jó, jó, meg a jó, meg a bal. Lépegettek és számolunk. Csak a jó, meg a bal, meg a bal.